Szóval az én témám az improvizáció, a népzene oktatásban, és azok a lehetőségek, amelyeket az improvizációs technikák a pedagógiában, elsősorban a pedagógiában jelenthetnek. Nagyon röviden beszélni először arról, hogy ez miért is jött ez a téma, vagy miért kerültem ennek a közelébe, de utána, amire főként szeretném, hogy ez az előadás szóljon, az az, ami majd ott lesz mögöttem, azok a konkrét gyakorlatok, illetve ötletek, amik eddig születtek, ezek mindenféle helyről jöttek ezek az ötletek, valami saját tapasztalatból, ahogy ugye a gyerekekkel foglalkoztam és próbáltam ilyen gyakorlatokat bevetni, de van olyan, amit például improvizációs könyvből vettem át, olyanból, amit például Gonda János írt, ami nem csak jazzistáknak szól, hanem általánosságban zenétanulóknak, illetve másoktól is jöttek ötletek, akik szintén foglalkoznak ilyen dolgokkal. És az nagyon fontos, hogy ez elsősorban arról akar szólni, hogy újabb gondolatok felé kinyissa a párbeszédet. Tehát, hogy ezek nem olyan dolgok, amik ezek így jók és kész, mert hogy inkább egy ilyen vitaindító dolog kíván lenni. Na most mielőtt azokról beszélünk, azért mégiscsak először mondanék néhány dolgot arról, hogy az improvizáció, mint pedagógia jelen, amikor végignéztem a tanterveket, hogy például a szolfés tantervet, például a klasszikus tanterveket, és utána a népzeneit is, hogy melyikben milyen szinten jelenik meg az improvizáció, akkor hát ezt összességében ki lehetett jelenteni, hogy kevés szó van erről a művészetpedagógiában, de találtam egyébként a szolfés tanterben sok ötletet, gyakorlatokat, ezek majd ott szintén fel lesznek sorolva. És ez arról akar szólni, hogy ennek a gyakorlati lehetőségeit, jelentőségét most meg tudjuk vitatni, illetve be tudja mutatni, és hogy a hagyományos népzenei hangszerjáték megtanulásában ez milyen lehetőségeket tudna rejteni. Rövidebb és hosszabb távon véleményem szerint az improvizációs technika az azért lehet hasznos, mert rövid távon azért, mert a diák mivel alkotva tanul, ezért az adott játéktechnikai elem valós funkcióját könnyebben lesz képes alkalmazni, meglátni azt az adott elemet. És hogyha például aztán azt egy másik helyzetben, egy másik zenei környezetben, egy másik népdalban kell például beletennie, akkor az improvizációs technikákkal könnyebbé válhat ennek a megvalósítása. És nem csak abban az adott zenei közegben fogja tudni például beletenni azt a technikai elemet, vagy díszítő elemet, vagy hangszeres technikát. Hosszabb távon pedig a zenei struktúrák és folyamatok transzparensebbé válását, a hangszer szabadabb és természetesebb kezelését eredményezheti az improvizáció. Tehát, hogyha a gyermekkel megismertetjük azt, hogy mi is az a hangszer, ami játszik, hogyha olyan gyakorlatokat adunk a kezébe, amelyen ő maga felfedezheti ezt a hangszert, akkor talán még inkább és még könnyebben meg fogja tudni ismerni, hogy milyen lehetőségek rejlenek abban a hangszerben. És például a népzenében, ez már kicsit népzenei szolfés, de hogyha ilyen gyakorlatokat alkalmazunk, akkor például sokkal könnyebben át fogja látni a szerkezeteket is. Hogy ami ugye nagyon sokszor azért problémát szokott okozni, ugye a szolfés oktatás az mindig egy ilyen nehéz ügy, főleg ugye zeneiskolákban ezt tudjuk, hogy a szolfézssal szokott lenni a gyerekek és a szolfés közti kapcsolattal probléma. és hogy ezt talán ahhoz is hozzásegíteni a gyereket, hogy jobban átlássa, hogy az például mit jelent az, hogy négy soros, miért négy soros, mi az, hogy hat szótagos, mit jelent az, hogy ez most egy dur dallam, hogy ez hat hangból áll, hogy ez pentaton, hogy nem tudom. Tehát, hogy ezeket közelebb hozni hozzájuk, ezeket a fogalmakat. Még arról azért nagyon röviden beszélnék, mert nem ez a fő téma, de azért ez talán fontos, hogy a végletek és az én véleményemről beszéljek. Ezek a végletek, az egyik térfél, azok, akik azt mondják, és ezt például a Gonda János könyvében találtam ezt a gondolatot, hogy az improvizáció gyengíti a megtanulandó darabok színvonalát. A
az ellenzők szerint. Ezt nem mondja, hanem ő is úgy mondja, mint amivel ő találkozott, hogy gyakran ezt fog tenni az ellenérve az improvizációval kapcsolatban. Hogy az improvizáló növekedik nehezebben tartja be a kötelezően betartandó zenei szabályokat aztán később. A másik térfél pedig azok, akik azt mondják, hogy az improvizáció az egyedüli lehetőség, és a kottal káros. Káros dolog. Kottát tanulni, a szolfés tanulmányok nagy része felesleges, tehát hogy szerintem ezek végletek, és ezért én az improvizációval kapcsolatban, és ez viszont fontos, így az előadás meg, hogy miért fontos számomra ez a téma, tehát hogy az improvizáció nem mint az egyetlen pedagógiai elem, hanem az egyik a sok közül kellene és jó, és lehetne jó lehetőség, ha megjelenne. Tehát ez igazából, ez az egész, nekem egyébként a szakdolgozatom is erről a témáról szól, amiről most itt beszélek, és abban is ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy módszertani bővítés igazából. A sok-sok nagyon jó módszer közül plusz egy még olyan, ami hozzásegített ahhoz, hogy még jobban elsajátíthassuk a hagyományos népzene megtanulását. És akkor még arról beszélnék röviden, hogy és szintén Gonda Jánostól idézve, hogy ő is azt gondolta, hogy már az alapfokú zeneoktatástól kezdődően meg kellene, hogy jelenjen az improvizáció. Ezt azért gondolta ő, mert érdekes, hogy pont abból gondolta, amivel kapcsolatban pont az ellenkezőjét szokták mondani. Tehát ugye, hogy az improvizáció, igen, ezt megmagyarázom, azért káros az improvizáció, mert hogyha nincs meg a szó kincse valakinek, akkor hogyan improvizáljon, és hogy nem hat erre a szókincsre károsan az improvizációs gyakorlat. És ő pedig pont azt mondja, hogy azért jó dolog az improvizáció, mert ezt a szókincset fogja tudni elsajátítani. Mint ahogy, és ahhoz hasonlította, hogy ahogy a gyermek például megtanulja a beszédet. Tehát ez olyan, mintha például a gyereknek megtiltanánk, hogy kiskorában gügyögjön, próbálgassa, hogy ki mondja azt, hogy apa az anyára, ilyenek, és hogy hát ezt természetesen nem tiltjuk meg a kisgyereknek, és örülünk neki, hogy felfedezi a világot, és próbálgatja ezeket a szavakat beilleszteni az ő kis világába. És hogy ugyanezért az improvizáció megjelenhet már az alapokon. És még egy érdekes szót használ ő, ami nekünk a népzeneoktatásban fontos lehet, pedig ő ezt ugye alapvetően nem a népzenére érti, az, hogy a stílus, hogy a szókincs és a stílus megismerése és megtanulása. Nagyon érdekes szerintem ezt népzenészként, nagyon érdekes volt olvasni ezt az írást, főleg ugye, hogy jazz és az inkább így a klasszikus zene felé írta ezt az írományt, és a stílusról és a szókincsről beszélt benne. És akkor ezután szerintem bele is mennék a gyakorlati gondolatokba. Úgyhogy, igen, működik a dolog. Szóval, tehát egy olyan, amit most itt lehet látni, ez most végig fog menni 10. osztályig, és az nagyon fontos, hogy ezek ötletek, gondolatok, amik eszembe jutottak is, amikből többet használok is a gyakorlatban. A felső rész, mind az összes dia így fog kinézni, hogy a felső rész a szófés ötlenés, alapján a szeres ötlenés, a szófés ötlenés, azt nem én találtam ki. Azt plagizáltam a éppen hatályos szolfés tantervből, tehát a 2016-17. Évi szolfés tantervből vettem ki azokat a részeket, amik a rögtönzésről szólnak. Tehát, hogy miket kellene tanítani, és azért mondom, hogy voltak azért, tehát lehetett találni ilyen gyakorlatokat. Alapta pedig, amit én hozzátettem, hogy szerintem a hangszeres részhez milyen ötleteket lehetne beilleszteni. Az előképző osztály, tehát ezek ugye a legkisebbek, ide, hát másodikas
első és második a gyerek is ugye jöhet. A legtöbb zeneiskolában ugye úgy van, hogy harmadik osztály, általános iskola harmadik osztálytól lehet valaki elsős zeneiskolába. Általában így van, és hogyha az előtt kerül be a zeneiskolába, akkor előképzős lesz. Tehát itt mindenképpen nagyon pici gyerekekről van szó, 6-7-8 éves korosztályról. És itt a hangszeres ötönzésnél írtam le a 70 gyakorlatomat már így a legelején. Ami arról szokott szólni, ez a hangzások keresése a hangszeren, ezt úgy kell elképzelni gyakorlatban, hogy a gyerek, amikor még alig tud citerázni, esetleg már akár az első, mert azért beszélek most a citeráról, mert ugye én ezt tanítom, de ezt nyilván más hangszerekre is át lehet ugyanígy rakni. Szóval, hogy amikor még az első vagy a második citeraórára jön, és még alig ismeri a hangszert, az történik ilyenkor, hogy kezébe adtam a pengetőt, és hát ott ugye megmutattam, hogy azt hogyan kell fogni, és utána az volt a feladat a gyereknek, hogy keressen a hangszeren hangzásokat. És akkor felfedezhette a hangszert, azt csinált, amit akart, hogy leüthette itt, meg amúgy. Persze előtte citeráztam neki, hogy lássa, hogy egyébként pengetek, és így bent, tehát nem megdobja a pengetővel a citerát, vagy a citerát dobja, vagy ilyesmi. Hanem, és akkor elkezdett rajta mindenféle hangzásokat keresni. Talált ilyet például. Ezt például nem nagyon használjuk azért a hagyományos népzenében. De ő megtalálta ilyet is. Hoppá, ilyet is tud egy citerát. Megtalálta a basszus húrt, meg ilyeneket is talált, kopogott is rajta. És ezután azt mondtuk, hogy elővettünk egy népmesét. És a népmeséből kiválasztottuk a szereplőket, milyen szereplők, milyen helyszínek vannak. És az volt a gyerek feladata, hogy az adott szereplőköz és helyszínekhez rendelje hangzásokat. Melyik lesz a királylány, meg a boszorka, meg a királyfi. És utána én felolvastam neki a népmesét, és neki az volt a feladata, hogy amikor az adott szereplő jött, akkor be kellett pengetnie azt az adott hangot, amit ő keresett arra az adott szereplőre. Véleményem szerint ez azért nagyon jó dolog, az egyik az, hogy felfedezi a hangszert. Meglátja, hogy mennyi részből áll, mennyi minden van rajta, és mennyi lehetőség. A második az, hogy már az első pillanattól kezdve alkot. Tehát, hogy ez egy eszméletlen kreatív dolog, hogy ő rögtön gondolkozik azon, hogy na melyik legyen a királylány. És akkor általában nem ez a királylány. Megmutatom, hogy melyik a királylány. Szinte mindig az esetek 90%-a. Mindig ez a királylány. Hogyha valaki citálás, ezt majd például csinálja, hogy kíváncsi lesznek, hogy ezt ütköztethetnénk majd egy ilyen konferencián, hogy kinél melyik volt a királylány. Na, és hogy ez is, tehát az improvizáció egy formája már ezen a kezdeti és nagyon, nagyon alapvető szinten. Első osztály, ez egy szókés ötvözésben már van így jó pár dolog, ritmusok ötvözése. Én ezt ugyanígy átvettem egyébként a hangszeres ötvözéshez is. Ugye amikor tegyük fel, van tánk, meg titink, meg szünet. A szünet már például csinálunk olyat, hogy basszusúrról bepengetjük a szünetet, vagy esetleg már van szinkóba is, nem tudom, ügyesen gyerkőcöknél, akik annyira ritmusokat akarnak tanulni, hogy már van az is. És akkor azt mondjuk, hogy például adunk egy mérő tempót, vagy mérő negyedeket, és hogy az a feladata, hogy ezekre a negyedekre ő improvizatívan, például először érdemes szerintem csak tát meg titit kérni tőle, semmi mást. És hogy erre, még az ütemszámot sem szoktam egyébként így az elején megszabni, és hogy erre például improvizálni, ahogy ő éppen szeretne. És aztán persze utána felfedezi azt, hogy megáll benne, felfedezi azt, hogy hoppá, ez egy szünet, amikor megálltam. És ezért fontos gyakorlat szintén szerintem ez is, és nagyon lényeges, mert hogy azt tapasztalja meg a gyerek, hogy tényleg mit jelent az, hogy titi megtál. Tehát, hogy nem az történik, hogy lejátsza a dallamot úgy, hogy a süsfel nap, az úgymond a süsfel nap, fényes nap, kertek alatt a ludaim megfagytak, hanem hogy az áll távol, meg titkodik, itt vagy a ritmusból. Mert itt már a fejében rögtön azon gondolkozik,
hogy talán meg igen, akkor kétfajta dolgot csinálhatok, és azt a két fajta dolgot illesztetem itt bele, két külön dolgot illesztetek bele ebbe a gyakorlatba. Mi van itt még? Igen, és akkor ezt le tudjam természetesen aztán nehezíteni, hogy utána már négynegyed. Ezt is akár el lehet úgy is magyarázni szerintem, hogy azt mondom neki, hogy van, tehát négy darab ütés van, az első az egy nagyobb, kettő. Tehát nem, nyilván nem rögtön az, hogy négy negyedben vagyunk, és most improvizálj. Mert akkor nyilván, mert hogy akkor mi ez a négy negyed, mert ez ijesztő szolfézsos lesz így. És pedig a szolfézs jó dolog, és ez is szolfézs egyébként. Népzenei szolfézs itt most ebben az értelemben. És akkor ott van a négy negyed, és akkor már azt mondjuk neki, hogy erre figyeljen. Vagy hogy álljon meg a négy után. Egy, kettő, három, négy, szűn, megint egy, kettő, három. Szűn. És akkor megtapasztalja, hogy ja igen, ez akkor egy négyes egység volt, és ebben gondolkozhatom, és a szünetben meg kellett állnom. Ott nem csinálhattam semmit. Dallamrögtönzés. Igen, ez is az, amit szintén már legalap, tehát akár már 3-4 hangnál is lehet gyakorolni, szoktunk ilyenekkel is szórakozni, hogy van már E, D meg C, és akkor ugyanez a gyakorlat, hogy ütöm hozzá a mérőt, és az a feladata, hogy tám egy titi ritmussal ebből a három hangból, ahogy ő szeretne. Csinálja, amit éppen gondol. És aztán ezt szintén utána lehet nehezíteni, megszabom szintén négy ütem, stb. Szünetek, és aztán bővítem ugye ki ezt a hangsort. Itt már ugye belépnek az, hogy ugye hangokkal improvizál, megtapasztalja azt, hogy a hangok között különbség van, ő maga éli át. De érdekes volt, ezt röviden elmesélem, hogy voltunk egyszer egy gimnáziumban, olyan gyerekeknek tartottunk ilyen improvizációs foglalkozást, akik nem tanulnak zenét. És hát nagyon a hátuk közepére se kívántak minket, amikor így oda mentünk, mert ez egy ilyen kötelező óra volt nekik, amin részt kellett venniük. És azt csináltuk, hogy ilyen hangjegykártyákat készítettünk, nagyon egyszerűen CDFGAC. És az volt a feladatunk, hogy ezt kellett különféle sorrendben rakosgatniuk. És akkor kijött az egyik srác, és akkor mit tudom én, az E-t kivett, és áttette a G-vel felcserélte például, és akkor CDGFE lett belőle, és utána én ezt lejátszottam zongorát, mindenkinek amit csinált, azt lejátszottam. És az volt az érdekes, hogy utána egyébként nagyon belejöttek a dologba, és hogy az volt a véleményük utána, hogy itt ők gyakoroltak hatást a hangokra. Tehát, hogy ha azt ott átcseréltem, akkor megváltozott az a zene. Ez nagyon lényeges dolog, mert hogy ez amikor hallanak egy dalt, elénekelni, vagy egy zeneművet, akkor ez így tudatosan nem feltétlenül jelenik meg, hogy ja igen, itt hangok egymás utánjáról van szó, amit ők alakíthatnak. Második osztály. Igen. Közjáték improvizálás annak különbözőben a hangsorában, tempójában. Közjáték alatt itt lehet például azt érteni, hogy hát mondjunk egy ilyen dolog. Láttál-e már valaha? Hát, jó, nem baj, mondjuk azt most. Hogy láttál-e már valaha. És akkor ugye ott az van, hogy ott már ugye megbeszéljük azt, hogy igen, az öt hangból áll, melyik ez az öt hang. Tehát beszélgetünk ezek a dolgokról, és akkor utána azt mondjuk, hogy a közjáték, amit játszik hozzá improvizatívan, az ugyanúgy álljon öt hangból. Akár mondhatjuk azt, hogy legyen ugyanaz a ritmus, ez például már nyilván egy nehezebb gyakorlat, ti-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 
Ugyanez egyébként, hogy ez a szolfézs alér össze szintén, hogy
hogy akkor így szintén transzparensebb él, amiről az elején beszéltem, hogy transzparensebb él válik számára az, hogy, hogy ebben a névdalban ezek a hangok voltak, ez volt a ritmus, így épülten, ugye, amit például a lejegyzésen ugye nagyon sokszor ugye előkerül, amikor népzenei lejegyzést írunk, ugye, és hogy elemezni kell, ugye, hogy amit hallunk, arról tudjuk, hogy mi történik, mi szól, miért az szól. Igen, kapkodó citerajáték. Igen, hát ez speciálisan a citerára vonatkozó dolog, igen. Ugye itt arról szól, hogy a citerán a C, a G és a C az megszólaltatható ugye a kísérőugrókkal is, és ez arról szól alapvetően, hogyha azt szoktam itt csinálni, hogy adok neki egy skálát, amiben mozoghat. Például vegyük pont ugyanezt, de annyiban nehezítem a feladatot, hogy amikor a C-t és a G-t játszaná, akkor ki kell nyúlnia a kísérőúrra. Így nyilván egyébként, amikor ezt mondom neki, akkor rá van bízva, hogy mikor jó, ki mehetsz, akkor nem tudsz, akkor nem játszik. Viszont lent azt hibának tekinti, ugye, hogyha bejátsza ezt a két hangot. Tehát ugye az már viszont benne van, hogy ha ezt csinálja, az nem jó megoldás ebből a szempontból, mert ugye, ahogy azt mondtuk, hogy ez és ez helyett most használjuk a kísérőúrokat. Tehát ez is igazából a kapkodós játék egyik megtanulási módja lehet a sok közül, hogy egy ilyen improvizációs gyakorlattal tanuljuk meg. Szekvencia szerkesztése adott névbe a motivumnak. Nem tudom, hogy van-e a szólpétán, de én tudom, hogy nem a szólpétánál gyakran szokott jelenség, hogy kiszed egy adott részt belőle, és csak annyi a feladat, hogy akkor erre csinálja a szekvenciát, és akkor aztán az mindig, hogy még le is játsza a hangszeren. És akkor tegyük fel, és már létrejött egy etüt. De hogy így már, és egyébként később aztán az is lehet egy improvizációs gyakorlat, hogy ezzel, hogyha van egy adott dalomrész, ami nehezenben megy például, nehezenben tudja megtanulni, arra csinálunk egy ilyen szekvenciát, egy olyan motivum, amit annyira nem tudom megtanulni, és akkor kivesszük belőle. Zongoristák egyébként szoktak ilyen gyakorlatot csinálni, ez már például onnan szerettem. Igen, az, ami az ajánlom, az pedig már volt, de csak ez egy kicsit a harmadik osztály. Igen, itt már ütemszámokról van szó, tehát igazából az eddigi feladatok nehezülnek. Itt, akár, igen, és akkor egyszerűbb rögtönzési formák ABA. Tehát, hogy itt már akár előírjuk azt, hogy tegyük fel, van egy hangnem, amit kiválasztunk, tudom én, citerán C mixolitban kell improvizálni, és van egy alaptéma, tegyük fel, van egy népdal, és, de az árész az ne csak abból a népdalból álljon, hanem a köré épülő valamiféle dallamvilág, és utána jöjjön egy B-rész, ami tegyük fel nem C mixolitban, hanem C mollban van, és aztán térjen vissza az árész. És akkor, tehát itt már egy hosszabb szerkesztésről van szó. Az improvizáció zenés skálán hangjának szétosztása, szóló kísérlet, funkció.
Tehát, hogy például itt azzal is lehet már játszani, hogy, hogy tegyük fel, van két hangszeres, és akkor az egyik hangszeresnek azt mondani, hogy ő C-G-t meg F-et játszhat. És a másik hangszeres pedig játszhat, ő például játszhatja az egész dúrskálát. És akkor ketten improvizálnak, és arra figyelnek, hogy melyik, tehát amit éppen leütnek, az hogyan hat. Mert nyilván ugye, hogyha leüti az F-et, a másik leüt egy E-t, akkor ugye ott hallják, hogy ott valami történt, valamiféle diszonancia. És ez például aztán majd egy út lehet ahhoz, amikor már ki is dolgozzuk, hogy mikor melyiket érdemes csinálni, ami ugye már összehangzottan meg ilyen akkordikus is szerintem. Én csak ezt azért nem mondom, hogy a cikránál, mert hogy nem arról van szó, hogy akkordikus. Igen, mennyi idő van még? Sem ennyi. Akkor elmondom csak, ami még ilyen érdekesebb lehet. Igen, még itt az utolsót. A kötetlen ritmusú beszédszerű improvizáció. Na, az azt jelenti, hogy tegyük fel, van egy... azt mondom például a gyereknek, hogy van egy hatszótagos pentaton párlándó improvizáció, aminek négy sorból kell állnia. És hát ugye párlándó azért illézőjelben van téve, mert nyilván ugye nincsen szöveg, amire most improvizál. Tegyük fel, tanulja a felszállott apával a kezdeti dallamot, vagy valami abban a körbetartozó dallamot. És akkor az a feladata, hogy a pentaton hangsoron belül hat szótagra kötetlenül improvizáljon. Hogy ez a feladat, hogy mindig úgy kell kijönni a sor végének például. Ez azért lehet egy izgalmas dolog, mert itt eleve szintén ugyanez, amit az előbb beszéltem, a szerkezetet tanulja meg. Van egy pentaton hangsor, abban kell mozognia, van egy kadencia, egy ereszkedő kadencia, amire mindig vissza kell térnie. Tehát a dal transzparensé válásáról szól a dolog. Igen, ezek igazából voltak a többiben. Jazz és kortárs zenei skálák, hát igen, őket is tettem bele, mert nagyon jó szoktam a blues. Burdon hangszert kísért meg egy valamit, hogy igen, mert akkor a hetedik osztályra nem találtam rögtönzést a szolfésban, nem tudom én, csak így kimaradt. Úgyhogy oda, igen, nem tudom, mi volt. Igen, adatközlők játékségusában. De bevallom őszintén, hogy ezzel kapcsolatban még nem tudom, hogy mi legyen a saját véleményem. mert hogy ezzel nem gondolkoztam még annyit. Itt például ez egy érdekes kérdés lehet majd itt a konferencián, hogy egy adott adatközlő játék stílusában improvizálás. És ezt hogy lehetne jól csinálni? Mert ez egy érdekes kérdés lehet. Szerintem valahogy lehet azt volna. Igen, összetett ötözés, ez lehet még egy fontos dolog, hogy például azt mondjuk, hogy most itt tegyük el, az a diák már tud, nem tudom, egy halom Dunán túli dallamot, egy halom Somogyit tud például, tehát bátran adjuk neki ezt a feladatot, amit most mondok, hogy most improvizálj egy összeállítást, játszanod kell egy párlándó dalt, utána két csárdás, friss csárdás, és így kell felépülni a csoportnak, és ezt így most, itt az óra keretében kell improvizálnia ezt az összeállítást például. Ott ugye nyilván kell éppen kigondolnia, hogy melyik dalokat fogja egymás mellé tenni. És ez igen, itt nincs más, ami... Most megint nem megy a más. Már csak kettő van. Igen, 9. osztály. Igen, nem gyakorlatilag újat nem írtam. Igen, a 10. osztály az azért írtam ilyen elvetemű dolgokat, mert a 10. osztály ugye az a zeneiskolában is, ugye az már a befejező évfolyam. Ja, és egyébként az még fontos, hogy az adatközlőket úgy írtam össze, hogy azt ahhoz a tervhez írtam, hogy konzi van.
hogyan legyenek felosztva például a megtanulandó adatközlőknek a listáit a közös munkával kapcsolatban. Tehát, hogy ebben úgy tettem bele például ezeket, hogy fedjék egymást, mert vannak a zenéskolás osztályok, ahol már például ők mozis is lehetne ugye abban az évfolyamban. Na, tehát itt már azért vannak ilyenek, ezek inkább ilyen érdekességek lehetnek. Ugye a preparálás például citerán, hogy megváltoztatni a citera hangzását, ezeket hogy lehet elérni, elhangolni, betenni a kúrok közé dolgokat. Egyébként akkor mindig először ezt szokták csinálni. Beteszik a pengetőt, és akkor... És akkor így például kapnak egy ilyen hangzást, és egy milyen király. És kiesett. És ez szintén ugye a zongoránál ugye sok szó van erről a preparálásról. Hát miért ne lehetne a citerán is gondolkozni azon, hogy hogyan lehet ilyen dolgokat, irányokat is kihozni belőle? Szerintem bőven lehet egy 11 osztályosnak ilyen dolgokkal foglalkozni. És hát igen, például a dodekafon azt azért lettem ugye vele, mert a citerán egyébként érdekes ugye, hogy ugye szól nekünk mindig ugye a hangzás, az alap és a kvint. Ezért például nálunk a dodekafónia is egy érdekes dolog, mert folyamatosan van egy alap. Ugye például az impressionista zeneszerzők ezért szeretik nagyon a kvint hang közt, mert leütöttek egy kvintet és fölötte játszogathattak akármi örültséget, mert mindig adott nekik egy ilyen alap. Hangnemet, amihez tudtak visszamenni, meg visszanyúlni. Például a citerán is, ez egy adott dolog. Tehát emiatt folyamatosan zeng nekünk, dodekafon improvizációban is. Folyamatosan van egy alapvető hangzás mögötte. Nyilván nincsen egy köznépszerűségnek örvendő sokszor a dodekafónia, bár szerintem ez miért a és ennyi volt, amit így egyelőre össze írtam ezzel kapcsolatban, és szerintem ez egy izgalmas kutatás és közös párbeszéd lehetne, hogy ezekből mit lehetne kihozni, későbbiekben melyiket hogy lehetne változtatni, még jobbá tenni, még jobban hőni ezeket. Úgyhogy ezért is szerettük volna, hogy ez létrejön ez az előadás, és köszönöm, hogy meghallgattak.